valaki szóba hozza a felkészülési időszakot, sokaknak a vége láthatatlan erőnléti gyakorlatok és az edzőmérkőzések jutnak eszébe. Utóbbi kiemelten fontos, hiszen a szakmai stábnak ilyenkor nyílik alkalma például élesben kipróbálni azokat az újításokat, amik a tétmérkőzéseken már az alapjáték szerves részét képezhetik. Egy, két, a MDG-a! Az öltözőben a taktikai eligazításnál is az elsődleges az volt, hogy a mutatott játék legyen. Jó, az eredménnyel nem foglalkozunk. Nyilván, ha jól játszanak, akkor ez párosulhat eredménnyel, ez már csak egy plusz extra. De mi csak a játékot nézzük, és azt, hogy amiket gyakorolunk, azokat viszont lássuk. Gyakoroltuk most a középpályás elmozgásokat, ezeket most viszont láttuk, szerintem jól sikerült ez a mérkőzés ebből a szempontból. A letámadásokat és a labdakihozatat még azért párszor át kell venni, voltak újdonságok a gyerekek számára. Évvégén ugye értékeltük ugye a játékosokat, volt itt visszanézni a mérkőzéseket, egyéni a játékosokat jobban kielemezni, mint ugye két meccs között. És nyilvánvalóan ugye ezeket a dolgokat is mondtuk nekik. Az első mérkőzéseken kevesebb köszön vissza ebből a munkából, aztán ahogy haladunk ugye előrefele is, ugye minél több mérkőzést játszunk azért. Nyilvánvalóan az a cél, hogy ebből ugye minél többet ugye visszalássunk. Az MTK-nál ugye szeretünk magasan labdát szerezni, tehát hogy muszáj ugye úgy a letámadást megszervezni, hogy megfelelő távolságban legyen ugye minden játékos, mindenki tudja, hogy mikor induljon el, mindenki tudja, hogy ha esetleg ezt a letámadást kijátszaná az ellenfél, akkor ugye mi a feladata, és ezekre ugye ezek a mérkőzés nagyon jók. Továbbá arra is, hogy minden játékos kellő időt kapjon a bizonyításra, vagy akár a saját posztjuktól eltérő helyen próbálják ki őket akadémiánk edzői. Próbálunk ugye mindenkinek minél több játék lehetőséget adni, azok, akik esetleg kevesebb játék lehetőséget kaptak, azoknak elmondtuk, hogy ugye miért. Nyilván is szeretnék megmutatni, hogy ugye ezekben a dolgokban tudnak ugye változtatni, tudnak fejlődni. Kialakul egy kép a játékosokról, és ugye az alapján ugye már akik jobb teljesítményt nyújtottak, azok nyilvánvalóan több játékpercet is fognak kapni. Úgy próbáljuk, hogy mindenki tudjon bizonyítani, sőt még a pozíciókat is keverjük néha, hogy sokkal több színűbb lehet a fejlődése, ha más posztokon is játszhat a srác. A kapusoknál úgy van a beosztás, hogy mindenki egy fél időt kap. Ja, mindenkinek fontos a játék lehetőség, hogy megmutassa magát, hogy mérkőzés szituációkat élesbe tudja gyakorolni, ne csak edzés helyzetben. Szóval a kapusoknál ez fele-fele arányban történik meg. Most egy kicsit a Covid ezt keresztül húzta, mert a kapus létszámunkat megtizedelte a vírus. Egy kicsit most speciálisabb a dolog, de mindenkinek ugyanannyi játékidőt próbálom biztosítani a felkészülési meccseket. A kapus poszt mellett a felkészülési lehetőségeket is megtizedelte a vírus, hiszen a külföldi edzőtáborral járó mérkőzések ezúttal elmaradnak. Ezt próbálják majd pótolni hazai környezetben. Alapból az edzőtábor a kisfiú gyerekek kicsit kiszakadnak a hétköznapokból, többet tudnak együtt lenni, jobban összekovácsolódik a csapat. Ez az edzőstábra is érvényes, meg más idegenbeli futballkultúrákkal meg tudnak ismerkedni, és le tudják mérni magukat erősebb ellenfelekkel szemben. Szerintem sokkal nagyobb alkalmazkodó és szervezőképességet igényel a játékosoktól, ugye, hogyha a nemzetközi csapattal tudunk játszani mérkőzést. Míg ugye a hazai csapatokkal ugye általában ugye évközben is játszunk, így van róluk egy képünk, a játékosnak is van egy képe, és szerintem egy sokkal jobban ismert feladatot kell ugye teljesíteniük, mint ahogy már említettük, ugye, hogy például letámadásban vagy akár támadásban mit várunk el a játékosoktól, ott ugye egy perc alatt minden borulhat, mert sokkal jobban kell ugye alkalmazkodni a váratlan szituációkhoz. Nem csak a külföldi, szerintem a hazai edzőtábor is sokkal többet tud adni, mint egy sima, egyszerű felkészülés itthon a megszokott környezetben. Nyilván mindenki egy kicsit kilép otthonról, többet tudunk együtt lenni, többet tudunk beszélni a srácokkal, együtt van mindenki, tehát ez egy nagyon jó dolog. A szürke hétköznapokból való kiszakadás pedig ugyanolyan fontos, mint a jó erőnléti állapot. És hogy mind a kettő meglegyen, ahhoz egy már jól ismert helyszínre látogatnak akadémistáink. Ilyenkor, hogy nem bajnoki mérkőzések vannak, hanem edzőmérkőzések, azért ez kicsit vontatottabb dolog a gyerekeknél. Lipótól leszünk az U16-U17-es korosztállyal, ott lesz majd a videóton Daccal edzőmérkőzés, és folytatódik ugyanúgy ebben a mederben a kicsinek a felkészülés.